Újabb épületszárnyal bővült a Marosvásárhelyi Vártemplomi Diakóniai Intézet, Lazarennum Alapítványa által működtetett idős otthon. Az új szobákban vannak még üres helyek. Az újabb épületszárny is elkészült, a betegek, illetve az öregek már használják is, és mi most tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy Isten áldását kérjük az itt folyó munkára. Kató Béla az erdélyi református egyházkerület püspökének, Orbán Viktorné Lévai Anikónak, valamint az építkezést lehetővé tevő holland alapítványok képviselőinek jelenlétében mutatták be hivatalosan is az elkészült új épületszárnyat a Lazarennum Alapítvány Iminészkó utcai idősek otthonában. Volt egy kis helyünk a kertben, 150 négyzetméter, és akkor arra építettük, és teljesen holland segítséggel, tehát az egyházunknak sincs benne pénze, semmi, mert nem is volt. Nehézségek vannak az egyházközség életében, úgyhogy teljesen holland barátok és gyülekezetek összefogásával építettük. Az új épületszárnyban 14 szoba van 25 helyjel, jelenleg pedig már 20 lakója van. Tekeres Erzsébet december óta az egyik egyszemélyes szobában lakik. Meleg van, fürdőszoba van, tessék megnyitani. Mindig van meleg víz. Szóval mondjam azt, hogy életemben ilyen jó dolgom nem volt. A bentlakók között súlyos betegséggel küzdők is vannak, az ő ápolásukat is vállalja az alapítvány. Az adakozókról köszönetképpen egy emlékplakettet helyeztek el az új épület szárny falán.